Műsorunk következő száma Rejtő Jenő, vagy ha úgy tetszik, D. Howard bohózata, a biztosíték. Kérem, lehet, hogy ez a burleszk nem teljesen mai. Az is előfordulhat, hogy életünk egyik vagy másik súlyos kérdésében nem foglal egyértelmű és határozott állást. Megeshet, hogy nem oldja meg legégetőbb problémáinkat. Megtörténhet, hogy nem emeli fel, nem teszi jobbá, nemesebbé, emberebb emberré és magyarabb magyarrá önöket. Az viszont biztos, hogy jót nevethetnek rajta, és ha engem kérdeznek, azért ez is valami. És ha engem nem kérdeznek, akkor is. A jelenetet játssza Viola Mihály, Zentai Ferenc, Lengyel Gizi, Járai Katalin, Gárdonyi Vilma és a bölcsek bölcse Salamon. Halló, szervusz Géza. Igen, én vagyok. Te hallom, hogy kerestél. Igen. Ne aggódj a betegünk ki, kérlek szépen. Nem lesz semmi baj. Szalóci van, majd délután nálam konzultálom. Csodálom, hogy nem ismered Szalóci, kérlek szépen. Kitűnő szájsebész. Igen, délután nálam konzultálunk. Gyere el hozzánk, majd bemutatlak neki. Jó, szervusz, szervusz, viszontlátásra. Pálinkással beszéltél? Igen, nagyon aggódik a betegünk. Kérlek, nekem se tetszik, amikor hozzánk küldték, már előre haladott stádiumban volt. Igen. Én azt hiszem, ez egy krónikus periosztítis. Igazad lesz neked. Úgy kérlek, van még betegetként? Nem, én rögtön befejezem a rendelést. Jéjtje, kedves! Mondja, Irenke, van még itt valaki? Egy férfi és egy nő együtt jöttek. Igen, köszönöm szépen. Én is megyek, van még egy betegem, aztán jövök vissza. Jó, szépen. Kérem a következőt. Jó napot, gróf úr! Jó nap... Elza, hogy kerül ide? Ugye csodálkozik. Hát egész egyszerűen úgy, hogy kinyomottam, hogy ki az az ember, aki mint gróf elcsábított engem. Kérem, ha tudja rólam az igazat, akkor azt is tudja, hogy nős vagyok és hogy a feleségem... Itt azért jöttem ide. A fivérem kint vár az előszobában, alig tudtam visszatartani. Kérem, én múltkor spicces fővel egy kis tréfát csináltam. Hát vegye tudomásul, hogy ez a kis tréfája nem múlt el következmények nélkül. Hát itt magának felelnie kell. Egy hiszékeny lány előtt grófnak adja ki magát. Egy hiszékeny lány nem jár ideges vicces urral szórakozni. Egy jó nevű pesti fogorvos pedig nem adja ki magát grófnak, nem ad hamis címet és hamis telefonszámot. De mit akar itt, kérem, találkozunk máshol? Nem, kérem, nem. Itt nem kapom meg a biztosítékomat, hogy gondoskodik rólam és gyermekéről, hát behívom a fivéremet. Kérem, zsarolni nem hagyom magam, találkozunk máshol. Nem, kérem. Itt nem kapom meg írásban a biztosítékomat, hát behívom a fivéremet. Hát majd ellátja magam a járt. Na rendben van, kérem, hát akkor hívja be. Én most bemegyek a szobámba, a revolveremért. Két perc múlva itt jövök, és ha itt találom magát és a fivérét, majd adok én maguknak biztosítékot. Biztosíték, biztosíték. Tóni, gyere be. Na, mi van? Mi? Ment a szomszéd szobába a revolverért. Azt hiszi, megijedek. Mások nem félsz. Nem én, de felzek egy revolvert és visszajövök. Na, gyere. Na jó, 10 perc múlva itt leszünk. Doktorral szeretnék beszélni. A doktor úr már nem rendel. Remélem nálam fog rendelni, hoztam is megrendelő lapokat, kérem. Uraságod nem beteg? De itt ott reumám van, nem beszélés, amennyi kell épp annyit csak. Igen, hát a doktor úr azt fogod volt. Attól nekem még lehet reumám, kérem. Pardon, gróf vagyok, gróf. Mondták nálunk az elektriktégnél, hogy gyakran ég ki a biztosíték. Jöttem ajánlani automatikus biztosítékot, ez a cégnek egy patentja. Nálunk a Kropacek azt mondta a vállalatnál, hogy jöjjek ide, és mondjak annyit a doktorunak, hogy a biztosíték miatt jöttem, már fogja tudni. A Kropacek. Grósz vagyok, grósz. Igen. Tessék csak helyet foglalni, majd mindjárt jön a doktor. Grósz vagyok, jó kérem. A Kropacek küldött. Magyarásózok húzalokat, lámpákat, üzletékű, nem megyek el, az biztosítja. Jó napot! Ez az! Jó napot! Igen. Maga? Éj, mi vagy? Mit akar itt?
kérem, én a biztosíték miatt jöttem én. Úgy, a biztosíték miatt. Igen. Látja ezt? Mi az, rosszul van, doktor úr? Üljön le! Nehéz kuncsát! Nehéz kuncsát, nagyon jó. Kérem, én hajlandó vagyok magával alkuba bocsátkozni a biztosítékot illetően. Akkor is prékszepik. Hallgasson! Ha megfizetik, mire hallgatnék ki? Ide figyeljen, én szeretem a feleségemet, érti? Szeretem a feleségemet! Szereti a feleségét, ért. Miért kapni skandalomot csinálni? Szereti a feleségét, értem, igen. Feleségem féltékeny rám. Magára, ezt nem értem. De mit közben már nekem ehhez? Én nem fogom tűrni, hogy bárki feldújja a családi harmóniámat. Múltkor este egy kis és vicces voltam. És azóta, mint látom, még nem józanodok. Megismerkedtem egy nővel, azt hiszem sejti, hogy kiről van szó. Nem sejtem, de majd rájövök. Nehéz kulcsap. Elmentem vele a moziba, ebbe én nem látok semmit. Ez úgy van, az ember nővel megy moziba, nem lát semmit. Nem érdekel a véleménye! Csak mondom, a munka voltam egy nővel moziba, két előadás voltam, mert is nem tudom, mit jár. De jól éreztem magam, megnézem a filmet külön neked. Aztán kijöttünk a moziból, és bevallom, egy kicsit én is hibás voltam. Szekás nagyon, szóval mi a teendő, doktor? Hát maga mit tenne az én helyemben? Megmondhatnám őszintén. Tessék. Megvizsgáltatnám magam zutyilagényeket. Agyilagényeket. Hogy érti ez? Kérem, doktor úr, térünk a tárgyra, beszéljünk a biztosítékról. Hát jó, hát először is tisztázzuk, hogy csökkentek-e ezáltal Elzának a házassági esélyeit. Mi volt ez? Mi a? Kérdem, hogy csökkentek-e Elzának a házassági esélyei? Mondja, doktor úr, biztos abban, hogy maga normális? Én nagyon szívesen segítségére vagyok üzletileg és erkölcsileg, de két pénzt nem adok. Nem fontos. Hát akkor milyen biztosítékot gondol? Automatikus a legjobb és a legtöbbet takarít meg a doktor úr, kérem. Hát kérem, jó. Elsősorban is ne legyen többé szó arról, hogy ebben az ügyben én, mint gróf szerepeltem. Hát mi volt ez? Mondom, maga nem tudja, hogy én grófnak adtam ki magam. Azt nem is tudtam ezáig. Miért? Hát, feleségemnek semmit nem szabad erről tudnia. Miről? Az egészről. Két pénzt pedig nem adok. Ne írja rá, majd befereli a téged. És mi lesz Elzával? Már megint kezdik. Hogyhogy Elza, hogyhogy? Nézze, most magunk között vagyunk. Azért kezdek félni. Legalább egy-két rendőr volna, már nem félnék. Mondja, mi a véleménye magának egy fiatal nőről, aki idegen, spicces férfiakkal ismerkedik meg este, és moziba megy velük? Én nem hagyjam békét, gyere. Én Elzának az erkölcsi igényeit nem ismerem el. Ki? Elzáért. Ez a hapja neki, Elza. Mondja, milyen családi életet élnek maguk? Hát hogyan ez a biztosíték? Függetlenül már a legjobb családi életet éljük. Hát akkor miért nem vigyáznak jobban arra a lányra? Melyikre? Elzára! Elzára! Ez a gügyüljenek. Elzára! Maguk is felelősek, nem lehet mindent rám tolni. Doktor úr, tévedek. Én nem tévedek, figyelmeztetem. A feleségem bármely pillanatban beléphet. Ha maga a feleségem előtt elárulja, hogy kicsoda vagy a legkisebb mértékben zavarba hoz, én keresztül lövöm. Kérem, azt mondok a feleségének, hogy maga akar, csak ne süss el a kabátját. Jó helyre küldött ez a kropacsekénkemet. Adok én majd neki, menjek be a hivatalba. Nekem is kell az a biztosíték. Hát na látja, egy modern ember nem is élhet így a lakásba, így kérem a nélkül. De szeretnék megismerkedni a maga családjával. Minek a maga? Ne törődjön vele! Kérem, a sógorom Balassai Armatom lakik. Van egy néni Lóbudán, nagyot, ha ne is telefonálj. Nem veszi fel, mit csinál? És a húga ott nevelkedik? Húgom, a férné van. Szívies asszony, hallatlan, nem sűti a szeme? Hát az is baj, a férnében van. Megállj, profat, csak menjek maga. Akkor ne járjon moziba. Kicsoda? A húga! Itt hagyja, bőd már! Vigyázzon! Feleségem! Jó is. Még egy bolond, vigyázz! Talán a főorvos úr? Nem tudom, képes rá. Igen, a főorvos úr. Igen, mondtam, nekem már minden. Én már benne vagyok. Tallóci, főorvos úr. Igen, én vagyok a... Milyen? Tallóci. Tallóci.
Örvendek. Igen. Főorvos úr, most volt a betegnél? Én még nála vagyok, most vagyok. Beteg ez anya. Konzílium. Konzílium, igen. És mondja, kedves főorvos úr, mit állapítottak meg? Stomatitis astosa. Mi? Stomatitis astosa. Inkább lőjön. Ezt én nem tudom kimondani. Foglaljon helyet, kedves főorvos úr, foglaljon helyet. Én, főorvos. Hogy valaki tétőt kabáttal járkáljon, még ilyet nem láttam. Hát mondja, kedves főorvos úr. Főorvos, ne így ellemi után, a te. A külső számi tiába, kérem. Tessék mondani, milyen a beteg? Csúnya, arra. Lázas. Azt hittem magára kérdezik. Hát kérem, lázas. Ilyenekes tudom, amit ki tudok mondani. Lázas. Szóval lázas. Igen, a főorvos úr szerint stomatitis astosa esete forog fenn. Igen, forgatitis venti. Tudok, látodul a baj van, igen. Mondja, kedves főorvos úr, evett már? Ettem, de ha maradt valami. Ja, beteg, megállj, kropacsek, megyek ki haza. Nem sokat evett, ugyan eszik, eszik. Ma is, de nehezen megevett, ha tölteléken. Tudja, kérem. De már a káposztát meg kell inni piszkálódni. Igen. Főorvos úr, kérem, én azt hittem, hogy ez egy krónikus periosztítis. No, sokjan valamit, miből van. Na nem, én megvizsgáltam. Mert őszintén szólva, kérem szépen, én szepszistől féltem. Az ki? Ki az a szepszis? Magyarázza meg ne? Az a kicsi kövér. Nem kell félni, le van kapva, ugyanaz. Sitten van, mikor jön az, ugyanaz. Szóval tessék mondani, ez a veszély már elmúlt? Nem múlt el, vigyen arra be vala a revolvereit a zsebibe hiszen. Nem múlt el a veszély, de őszintén szólva én nem aggódom a betegért. Nem? Hát annyira jól van. Nem, de nem rokonom. Miért közöm hazám? Hát a kropácsek mit kap én tőlem, csak menjek bele. Hát kérem szépen, én mindjárt mondtam a férjemnek, hogy ez nem lett egy alveoláris fiórea. Még ez hiányzott nekem. A doktornőt várja egy papír. Azonnal jövök. Igen. Főorvos úr, nagyon kérem, rögtön visszajövök, várjon meg. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Isten kitesz a paciens. Egy balonddal kevesebb, azt már látom. Miket sugott maga nekem, ilyeneket nem tudok kimondani. Rendben van, most aztán végezzük gyorsan. Mivel állít meg ez? Mit akar tőlem? Kérem szépen, megmondom. No. Én villamossági cikkekkel ügydökölök. Értem, veszek magától, mit vegyek? Én tőlem lehet sok minden. Akkor minden el van intézve? Ja, hát a keleti kérdés nem lesz, de el lehet intézni. Akkor többet nem látom itt magát. Bár már kimolik egy üzlettel, amit keresek valamit. A húga ide nem merjen jönni. Doktor Mügei, mit akarunk van tőlem mindig? Melyik árunk keresi a legtöbbet? A húzalom, de ide a biztosíték miatt jön. Na jó, akkor veszek magától húzat, 500 év, rendben van? Veszek majd többet is. Doktor úr, küldök 1000 év, beírhatom? Írja be maga, pitok! Igen, összes. Szöveg nem érdekel engem, itt bántok. Most kérem szépen, küldök 10 tucat automatikus biztosítékot, az ükorokának elég lesz itt. Írja be maga, a csirkefogó! Ízeleg, Jani, úgy látszolnak egy nagyobb dolgot mindjárt. Doktor úr, küldök egy transzparens ívlámpával. Minek az? Ráírok doktor Migei fogorvos is elmebeteg. Beírhatom el? Beírhatom. Írja be maga börtöntöltelék. Mi vagyok? Börtöntöltelék. Nekem ne ízeleg, ilyen aranyos remények. Vigyázni, tessék aláírni, de nem krik-krak. Igen. Rendesen. Tessék, itt Migei. Van. Tessék, most bemegyek a szobámba, 2 perc múlva visszajövök, és ha itt találok, én keresztül lövöm. Nem érdekel, aláírtam itt. Revolver, goromba, de vesz ez a pont. Igen. Itt a jó madár! Paciens! Ezeket fel! Kuncsa! Revolver van ennél is, kuncsa! Maga vesz 1000-i húzal! Ne vesz ilyen össze-vissza! Maga elcsábította a húgomat! Hey!
már halandjázik. Elza? Igen. Az anyák. Erre rászodok egy villamos pótkot. Ne vegye tréfára a dolgot. Én Csopaki Elza fivére vagyok. Majd beírjuk. Kicsoda? Csopaki Elzáé. A vörös hajú nő. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Tagadja, hogy viszonya volt a húgommal, igen vagy nem? Voltam a húgával egy párszor a moziban. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Nem tartozik a tárgyra. A húgomnak gyereke lesz. Adjon nevet a gyereknek. Csamó. Egy párszor a moziba a húgába. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Ugye csodálkozik, hogy megtaláltuk. Pedig maga azt mondta, hogy gróf. Én grószt mondtam. A moziba sötét volt, nem hallottam. Majd behívom Elzát, ő majd a szemébe mondja magát. Honnan? Gyere be! Igen? Ödön! Hogy kerül maga ide? Miért csinál maga skandalomot idegen helyeken nekem? Mi az maga? Ismeri őt? Mi az? Mi kellett neki, kérem? Mind a ketten elcsábította. Haj, te is fiam, bróder? Haj, a maga milyen forgalmat csinál, és mindenkivel elkezded? Na most aztán hordják el magukat, mert mindjárt rendőrt hívok. Az nem úgy van, hogy rendőrt hívok. Én a húgom összes sávítójával leszávolok. Az összessel? Vasárnap összejövünk a vérmező, van helyen.